köszönni ki fog. Na, a mai epizód egy kicsit rendkívül lesz. Ne számítsatok semmi különlegesre. Rosszabb az átlagosnál, ezt értem rendkívüli alatt. Ugyanis igyekszem rövidre nyújtani, mert nem hiszem, hogy ez bárkit is érdekel. Engem sem nagyon, csak hogy értsétek az előzményeket. Arról van szó, hogy most az utóbbi időben meg tudtam szerkeszteni előre több részt is. Csak annyi, hogy nem rendereltem be. Tehát ez ugye a folyamat abból áll, hogy egy vágóprogram segítségével a nyers felvételeket fogod, egymás után pakolgatod, szerkeszted, variálod, adsz rá hangot, effektezed videóban, feliratozod, vagy hangban, stb. És utána pedig kirendereled, ami azt jelenti, hogy a vágóprogram akkor tömöríti egy egységes videófájlra az egészet. Na most én a renderelést azt általában eddig nem csináltam meg. Mondom, jó lesz az úgy, mert még ha később bele kell nyúlni, valamit át kell variálni vele, mielőtt még feltölteném, akkor azt addig, amíg nem renderelem be, tehát a végső videófájl nem születik meg, addig én azt meg tudom tenni, mint ahogy ez történt is, mert ugye volt olyan, például amikor esős volt az idő, és jött a pincés rész, az egy kicsit aktualitása volt az eső miatt, és éppen ezért úgy döntöttem, hogy akkor ugye azoknak a címeit át kell szerkesztenem. Egészség! Át kell szerkesztenem, tehát ebből a szempontból jó is, hogy nem rendereltem be. Viszont most, amikor a következő ezt az epizódot feltöltöttem volna, és megcsináltam volna végleges formájára, valamiért nem akarta megcsinálni, mert nem találta meg azokat a nyers fájlokat, amiből én ezt megszerkesztettem. Na, menjél, játsszál magadat! De csak néhányat, nem tudom, hogy néhány fájl nem volt neki szimpatikus, aztán törölte, vagy nem tudom. Az a lényeg, hogy a köcsög Windows az jól keresztbe tett, és néhány fájlt eltüntetett nekem, de ilyen, hogy rendszer visszaállítási lehetőség egy korábbi időpontra, már ilyet sem tudok csinálni, mert az opció egyszerűen valahol nagyon mélyen, az operációs tengeren is túl, mélyen a Windows menüjében van egy ilyen a rendszer menübe, de az is inaktív, tehát ilyen félig meddig halvány. Az a lényeg, hogy nem tudod, fúj a szél, remélem, hogy hallható, amit mondok, tehát nem tudod egyszerűen már visszaállítani az egész gépet egy korábbi időpontra, és ezzel ugye akkor azok a fájlok is, amelyek valamilyen úton, módon elvesztek, előkerülnének. Csinált néhány furcsaságot az elmúlt néhány napban a gép, és én arra gondolok, hogy ennek betudható ez, mert én nem töröltem ki ezeket a fájlokat, ugye lomtárban sem volt se semmi. Na mindegy, a lényeg az, hogy van a villanypásztoros sorozat, amit elkezdtem, ilyen nyáridézőszerűen, és most ez a rész ugye arról szólt volna, meg fog részben szólni, hogy én augusztusban, vagy ezben lehet, hogy belenyúlt szeptemberben, amikor a földelő szondákat, földelő karókat ütöttem le, meg a villámhárítót helyeztem el. Ezt mutattam volna be ebben a részben, de így mivel ezek a felvételek ugrottak, így egy ilyen narrációszerűen fogom most nektek elmagyarázni, hogy mi is történt ott, amennyire én jól emlékszem benne, mert már néhány nappal ezelőtt szerkesztettem meg ezeket, jó néhány nappal ezelőtt, de azt hiszem, hogy más ebben a részben nem volt, csak az, hogy nagy nehezen leszenvedtem ezeket a földelőkarókat, mert ugye a nyár amilyen aszályos volt, itt mint a beton olyanná tömörödik a talaj, és ilyen kihegyezett fém karókat sem tudsz normálisan olyan egyszerűen leütni, úgyhogy most megmutatom, hogy pontosan a kombiről is volt ott szó. Kuttyancs! Gyere! Illetve ami még szerepelt ebben a videóban, így időközben eszembe jutott. És utána pedig felraktam a felső szalagot. De mint mondtam, nem minden videót tüntetett el a Windows, viszont a többit már eltüntette. Megette a köcsög ablak. Úgyhogy ha legközelebb én gépet fogok váltani, az biztos, hogy váltok almára. Én nem fogok többet ezzel cidrizni, mert rengeteg a probléma vele. Ezzel a hülye rendszerrel.
Na, mint láthattátok, ennyi videót hagyott meg a köcsög Windows. Ilyenkor télen, déli időben is szoktam nekik adni egy kis szottyollát, mert hát az az első, azt nyomják, a többi csak utána. Na, ami a lényeg viszont, amit nem láthattatok, hogy hogyan készült, de most utólag igyekszem elmagyarázni. Tehát villámhárító, és annak van egy földelő szondája. Ez pontosan azért, hogyha a nagy feszkó esetleg nem férne el a nagy arcától, akkor ott le tudjon menni, és ne pedig be a villanypásztor készülékhez. De a villanypásztor készüléknek is van két földelő szondája. Itt az egyik. És minimum 3 méter távolságra a következő. Szoktak kettőt, szoktak hármat, attól függően, hogy maga a villanypásztor rendszer mekkora, milyen hosszúságú, illetve, hogy milyen a talaj. Mert több feltételnek is meg kell tudni felelni, hogyha viszonylag árnyékos helyen van, tehát ahol nedvesebb a talaj, ugye jobb a vezetőképesség, innen kezdve sokkal jobb az érintkezés, a földelés, tehát akkor sokkal jobb a vezetőképessége az egésznek, hogyha az állat hozzáér magához a vezetékhez, áthúz sokkal könnyebben, ezáltal hamarabb eléri a kívánt hatást. Szóval itt az történt, hogy erre a második karóra felcsavaroztam magát a villámhárítót. Ide azért került ez a PVC elem, hogy egy kicsit leárnyékolja a mögötte található vezetéket. De a vezetékelés azt hiszem ebben a részben még nem volt benne, csak ahogy elhelyeztem a villámhárítót. Viszont a villámhárító alá is tettem szigetelés gyanánt egy ilyen darabot. És ugye ennek az lenne az egésznek a lényege, hogy akkor, amikor belevág a villám mondjuk az egész rendszerbe, és jönne tovább a villanypásztor készülék felé, akkor ugye két lehetősége van. Az egyik az, hogy ezen a hosszú spirálon keresztül jön, vagy pedig ezen a pici szakaszon itt, ezen a rövid szakaszon áthúz, és akkor erre talál magának utat lefelé, ami viszont ugye lemegy a földelésbe, lemegy a földbe. Mert általában, ugye azt kell tudni ezekről, én nem vagyok bizi szakértő, villanyszerelő, de azt kell tudni ezekről, hogy mindig a lehető legrövidebb utat keresi, hogy lejusson a földbe. És az lenne az elmélet, hogy ezen a hosszú spirálon keresztül, ami sokkal hosszabb út,
nem ezt fogja választani, hanem a rövidebbet. Bár én annyira azért szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ugye arról szól a fáma, hogy ezen a pici szakaszon, ahol nem érintkezik, csak közel van egymáshoz, át tud húzni, és így választja a rövidebb utat. De hát itt a spirálok között is elég rövid út van. Igaz, hogy összességében már sokkal hosszabb az egész. De elméletileg gondolom, hogyha ez kereskedelemben kapható, és bevizsgált termék, akkor ez működik. Ezt annak idején letesztelték, kipróbálták, és biztos akkor nem árusítanák, hogyha ez nem működne. Tehát a villámhárítónak itt ez volna a lényege, hogy akkor elvezesse azt a magas feszültséget, ami esetleg keletkezne, és akkor levigye oda nekem a földbe. Ezen kívül viszont magának a villanypásztor készüléknek is kell akkor rendelkezni, ugye földöléssel, mint az imént említettem, és én kettőt helyeztem el belőle. Ez itt jön, ahol a gerenda van, ott van a földben elvezetve, és ugye itt jön ki, bal oldalon, és jobb oldalon pedig megy tovább a következő ugyanilyen szondához. Ezek egy méteres karók, így már nem tudom nektek megmutatni, azért kihúzni meg nem fogom, mert örülök neki, hogy egyáltalán le lett ütve, lehet is látni, hogy milyen szépen elgörbült az egész, illetve, hogy ez a cinkbevonat is lejött ez a réteg róla, úgyhogy azt majd valami ilyen, azt hiszem létezik sprébe talán ilyen, be lehet fújni, ilyen cinkbevonatú, vagy nikkel, vagy nem is tudom minek nevezik ezt. És esetleg még azt lehet csinálni, hogyha nagyon száraz a talaj, akkor ezt szokták locsolni is, bármilyen hülyén is hangzik, de meg szokták locsolni, hogy nedves legyen itt ez a környéke a földelőkarónak, és akkor ezzel is növelve a vezető képességet, illetve én még azt csináltam, hogy szalmával azért betakartam. Tehát, hogyha én is majd egyszer-kétszer meg fogom locsolni nyáron, mert ide süt a nap elég jól, de itt volt a legoptimálisabb, hogy el tudjam helyezni, akkor majd, ha meglocsolom néha, tartsa a nedvességet. Ugyanígy van ennél is. Szintén ott a gerendánál jön a kábel, és itt jön ki. És ennyi bőven elegendő, mert teszi a dolgát rendesen. Tehát nincs szükségem több földelőkaróra. Az a lényeg, hogy egymástól ezek minimum 3 méter távolságra legyenek. Tehát ugye már azt a szondát is azért raktam ide valahova, mert ott van a villámhárítónak a földelőkarója. Illetve hát magától az épülettől is illik azért egy kicsit távolabb rakni. Úgyhogy körülbelül ez lett volna a lényeg, csak ugye megmutatva azt is, hogy hogyan szenvedtem le, mert hát egyáltalán nem volt egyszerű leütögetni, de valahogy így megoldottam. És akkor majd a következő villanypásztoros részben azt fogjátok látni, hogy hogyan kötöm be. De azt hiszem lehet, hogy ott is elmondtam, hogy pontosan a villámhárítónak hogyan kéne üzemelnie. Úgyhogy most elégedjetek meg ennyivel, ez egy ilyen szedetvetett rész volt, mert mondjuk nálam az ilyen azért elég gyakori. Körülbelül erről szólt, ha jól emlékszem, más nem regéltem benne, úgyhogy fogmosás fekvés.